Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és igen, látjátok, semmilyen smink nincs még az arcomon, ugyanis ez a mai videó egy olyan smink videó lesz, amiben még én se tudom, hogy mivel fogok sminkelni, ugyanis Turbusz Timi egy pár hónapja, jó pár hónapja elkezdte a csatornáján ezt a zsákba macska kihívást, vagy zsákba macska sminkes videó készítését, amikor mindig felkér egy-egy másik videóst, hogy készítsenek össze egymásnak egy-egy ilyen zsákba macska sminkes csomagot, és azzal kell sminkelni. És én nagyon-nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak neki tetszeni azok a dolgok, amiket én küldtem neki, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy én ma milyen sminket fogok készíteni. Ugyanis azt is megbeszéltük, hogy nem szükséges, hogy minden termék legyen benne, tehát egy-két dologgal biztos, hogy ki lesz egészítve a saját kollekciómból, de hát nem tudom. Nem tudhatom ebben a pillanatban még, hogy mit rejt ez a csomag, amit tőle kaptam. Mutatom is nektek, jó a csomagot, mert vágjunk bele, szerintem ez egy jó hosszú videó lesz. Nehogy lássátok. Erről a csomagról van szó, és igen, igazi hős voltam, hogy kibírtam, hogy még nem bontottam ki ezt a gyönyörű, izgalmas kis sminkes csomagot, és van még egy ilyen kis külön kis tartozékai, úgyhogy majd ezt is megnézzük, de kezdjük először ezzel, és bontsuk ki itt együtt. Na, nem akartam nagyon leskelődni, hanem csak így belenyúltam, és kivettem egy maréknyi terméket, amit most mindjárt nézünk is. Először is Catrice Sensational Primer. Na, bevallom, én ezt a primert ismerem, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy köszi Timi, ezt is fel fogjuk tenni, ezzel fogom akkor kezdeni a sminket. Aztán, hát ennek nagyon örülök, mert hogy én ezt szerettem volna kipróbálni. Ez a Revolution Pro-nak, ez a Goddess Glow nevezetű ilyen krém kontúr és bronzer terméke, ez a medium árnyalat, és gyorsan csináljunk róla egy swatchot, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen árnyalata van, de annyira jól néz ki ez a csomagolás szerintem, meg egyébként ez a Goddess Glow termékcsaládja a Revolution Pro-nak szerintem nagyon jól nézett ki. Na. Hoppá! Ez egy ilyen krém bronzer? Vagy beletört a tetejébe ez a kis szivacsos dolog? Hát gyerekek, én ezt meg fogom nézni, mert én annyira úgy emlékeztem, hogy így a formája alapján tudjátok, ez a kis szivacsos végű, de nem baj, egyébként abszolút lehet így is használni, és az is lehet, hogy egyébként én emlékeztem rosszul, és ez igazából egy ilyen krém bronzer, de nagyon jól néz ki akkor is. Úgyhogy kicsit ilyen olivás árnyalata van nekem, tehát mint hogyha lenne egy ilyen zöldes beütése. Na, ez izgalmas. Azon gondolkozom, hogy ez inkább bronzer, vagy kontúr. Lehet, hogy azért ez inkább egy ilyen kontúr árnyalat, bár ahhoz meg eléggé sárgás a tónusa. Na, majd meglátjuk. Szóval ő így néz ki. Van itt egy korrektor, ez a Catrice-nek a kamuflás korrektora, amit én régen használtam, és nagyon szerettem, úgyhogy szerintem ezt most is fogom szeretni, és az árnyalat, a 20-as árnyalat, 0-20-as árnyalat. Szóval szerintem ez abszolút jó lesz. És egy Lancôme szempillaspirál. Ez a Lancôme Hypnose szempillaspirálja, méghozzá a Doll Eyes változatban. És nézzétek, milyen szép ilyen kis rózsák vannak rajta. Hát ez nagyon-nagyon kis szép. Mutatom, milyen feje van. Ilyen feje van. Ezzel nagyon könnyen lehet spirálozni, úgyhogy ezt szerintem fogom szeretni. Eddig nagyon-nagyon kis izgi. Aztán itt fogok most egy újabb pakkot így a kezembe. Ez az egyik, ez a Pupa Shine Bright kollekciói közül a Jelly Lip Gloss, vagyis egy ilyen szájfény, ilyen zselés szájfény, és én ezeket mostanában nagyon szeretem. Először a Tower 28-nek használtam. Azt a milyen szép. Szóval először én a Tower 28-nek használtam ilyen zselés szájfényét, és azt nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy szerintem ezt is fogom szeretni. Nézzünk egy swatchot belőle. Ez nagyon szép lesz. Milyen érdekes illata van? Nem tudnám meghatározni. Mint valamilyen nagyon finom édesség, de valamilyen pezsgőkrémes édesség. Nekem így az jut róla eszembe. Hát ez iszonyat jól néz ki. Ez nagyon nyár. A következő, ez egy Inglot termék, az Inglot Play Innek Rainbow Stick Eye Pencil, tehát ez valami szemceruza lesz, valamilyen színes szemceruza lesz. Úgyhogy ilyen a külső csomagolása, ebből arra gondolok, hogy ez valami lila... de jól néz ki! Ha-ha-ha! Ez az én színem. Nagyon szeretem ezt a színt.
Szupi, szupi, szupi. Na már alig várom, hogy sminkeljünk, de hát azért még itt vannak, van itt még nagyon izgalmas dolog, így fél szemmel látom. Na de még itt a kezemben is van egy nagyon izgalmas dolog, méghozzá egy Bobbi Brown pirosító, Pastel Pink 33-as árnyalatban. Hát ez gyönyörűséges. Na ez egy nagyon izgalmas árnyalat. Úgyhogy ilyen árnyalat, hát itt már minden van a kézfejemen. De kicsit így alá szvacsolok. Nagyon jó. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a smink, de azért van még itt sok-sok más termék. Milyen szépség van itt. Ez egy MAC highlighter paletta. Flashing Eyes Extra Dimension Skin Finish. Ez gyönyörű, Timi. És te ezt nem használod. Na hát ez milyen gyönyörű. Ezt nézzétek. Micsoda árnyalatok. Hát ez csodálatosan szép. Ez egy igazi ilyen sárgás arany. De szép. Kicsit ilyen bronzos. Na szerintem most ez a bronzos. És ez, hát ez inkább egy ilyen pirosító topper. Mondjuk ez nagyon izgi, hogy vajon milyen lehet. Úristen, de szép. Szóval, hogy ez a pirosító árnyalat, ez. Vajon milyen lenne a Bobbi Brown tetején? A Bobbi Brown pirosító tetején. Lehet, hogy a kettő együtt összekeverve egy kicsit világosabb árnyalatot fog adni. Ez nagyon szép. Medium deep árnyalat egyébként. De ez így nyáron. Gyönyörű. És úristen, milyen szemfestékpalettát kaptam Timitől. Hát ezt néz. Emlékeztek erre? Ez a NYX-nek, ugye a Winx-el készített ilyen kis limitált kollekciója. Hát ez milyen tündérpaletta. És ezt nézzétek belül. Ez nagyon bulis, nagyon nyári. Hát az biztos, hogy akkor ez most egy bulis nyári smink lesz. És azt nézem, hogy egyébként ez a három középső, ezek pirosítók, tehát hogy nem kifejezetten nem szemre való pigmentek, de mindegy, használhatjuk szemre is szerintem, nem lesz semmi problémám, hanem ezek pirosítók. Viszont, hogyha pirosítónak a Bobbi Brown-t használom, na mindegy, úgyhogy itt ki kell még ezeket találni, de azért csináljunk néhány swatchot, hát ez milyen gyönyörű. Ez gyönyörű. Mondjuk, jó, ezt is, Burning Love pirosító. És nézzünk, mondjuk ezt a jó kis lilát. Hülyem. Hát, ide mondjuk. De szép ez a lila. Ez is gyönyörű, ez ugye a pirosító volt. És akkor ez pedig az a fényes. Na jó, azért itt lehet jó kis bulis sminkeket ebből összerakni. Színes nyári sminkeket, úgyhogy alig várom. Vannak benne mattok, de egyébként azért ez főleg egy fényes paletta. Ja, de várjatok, van itt még kettő másik termék is. Van egy alapozó. Ez az alapozó, ez a Maybelline-nek a Superstay alapozója. Én ebből a Superstay Active Wear alapozót használtam, és én azt nagyon szerettem, úgyhogy kíváncsi vagyok erre. Kaptam hozzá levelet is, majd ezt elolvasom. És az utolsó termék, na ezt nem fogom videóra enni, mert hogy ez egy Kiehl's arctisztító, egy ilyen arctisztító maszk, fehér agyaggal. Ezek nagyon jók, ezek az ilyen agyagos termékek, és ráadásul én ilyen Kiehl's arcápoló terméket még nem használtam, de ugye annyi sok jót hallani róluk, úgyhogy ez biztos szuper lesz. Köszönöm szépen, Timi, és vágjunk is bele, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen sminket fogok összerakni, az tuti, hogy valamilyen bulis nyári smink lesz. Első lépésnek ugye felviszem a primert, ez a Catrice-nek a Tensational primere, ami egy ilyen nagyon általános primer. Őszintén én egyébként ezért szeretem, mert elég sok bőrtípusra jó. Hatalmas csodát egyébként nem csinál, de egy icipicit azért csak kiegyenlíti így a bőrfelszínt, egy picit szebbé teszi a pórusokat, de azért tényleg ettől nem várjátok azt, hogy el fogja tüntetni a pórusaitokat. Picit tartósabbá teszi az alapozót, szóval ez egy tényleg egy ilyen nagyon, szerintem nagyon jó kis általános primer, ami szerintem egyébként jó lesz ehhez a Maybelline alapozóhoz.
Na és így néz ki. Akkor ugye a Maybelline alapozó 21 nude beige árnyalat, és nagyon kíváncsi vagyok rá, mert mondom, én nagyon kedveltem ezt az Active Wear változatát. Azt hiszem, hogy ez volt előbb. Tehát, hogy ez a klasszikus. Úgyhogy ide, ez két pumpa itt a kézfejemen, ez biztos, hogy untig elég lesz. Amit én egyébként nagyon kedveltem abban az alapozóban, hogy nagyon szuper jó száraz volt. Tehát, hogy nem, tényleg nem zsírosodott át a bőröm, elég könnyű érzés volt az arcbőrön, úgyhogy kíváncsi vagyok. Tudom, hogy nagyon sokan egyébként sokkal jobban szerették ezt a változatát ennek az alapozónak, de nem tudom, hogy miatt, mert mondom, én még csak azt próbáltam. De nekem ez is tetszik, így első. Ez most tényleg az abszolút első benyomás. És tök jó a szín is, úgyhogy szuper. Nem kell túl sokat korrigálni rajta. De szerintem ezt az én bőröm abszolút fogja így nyáron szeretni, az biztos. Viszont, igen, egyébként erre is abszolút igaz, ugyanúgy, mint a másik erre, az Active-re, hogy azért egy szárazabb bőrre, nem biztos, hogy ez az ideális választás. De mindig, ezt egyébként mindig beszéljük Timivel, hogy annyira ritka, hogy egyébként egy alapozó mindkettőnknek nagyon teljesen beválik. Talán egyébként egyedül a MAC-nek ez az új szérum alapozója volt egy ilyen, ami egyszerűen mindkettőnknek nagyon szép volt a bőrén. De általában nekem egy icipicit zsírosabb a bőröm, ezért ami neki nagyon száraz, az rajtam szokott működni. És szerintem ez tényleg fog rajtam szépen működni. Legalábbis most így ezzel, a primerrel abszolút. Ez egy jó kis tartós alapozó lesz szerintem. Na, megcsinálom a korrektort, felteszem a Catrice kamuflás korrektort, utána egy picit gyorsan eltűnök, mert megcsinálom a szemöldökömet, és akkor utána folytatjuk. Na, korrektor, akkor a Catrice Liquid kamuflás korrektora. Nekem ez tényleg egy nagy kedvencem, és mindig is nagy kedvencem volt így a drogériából, úgyhogy csak pötyi árnyalatban is tök jó lesz ez nekem. És ezt most ecsettel fogom eldolgozni, mert nincsen itt a szivacsom. Viszont van itt nálam egy csomó jó kis szemfesték ecset, és ezeket a nagy pihepuha fejűeket, ezt én szeretem abszolút így a korrektor eldolgozására használni, mert szépen el lehet vele dolgozni a korrektort. Úgyhogy tök jó erre. Új beggyel is el lehet dolgozni egyébként. Na, akkor elmegyek, megcsinálom a szemöldökömet, egy picit lepudrezem itt a szemem alatti résznél, de nem az egész arcomat, mert hogy jön még egy krémbronzer, krémbronzer, nem olyan könnyű kiejteni, nem olyan könnyű. Na, már itt is vagyok, a szemöldökömhöz használtam a Benefitnek a Precisely My Brow szemöldök ceruzáját, illetve a Miss Sportinak ezt a Perfectulous szemöldök zseléjét. Púdernek, pedig a Revolutionnek a banánpúderét tettem fel, csak ide a szem alá, illetve egy icipicit belőle itt a T-zónára, de ugye nézzük, mert most jön akkor ez a bizonyos, kicsit ilyen olivás árnyalatinak tűnik nekem ez a krémbronzosító. Ott van benne a szivacs. Akkor én nem csináltam. Oké, tudom, mit nem csináltam jól. Na, szóval, hogy ezt igazából csak így le kell húzni róla. Éljen, halleluja. Szóval, itt van, igen, valóban ilyen kis szivacsos, és akkor, rajta is van, hogy on-off, de hogy annak merre, hogy kell, így off, talán, igen, így off, így meg on, na, várjatok, oké, ott jön ki belőle a kis termék, hát ez nagyon izgi, hát rakjunk rögtön néhány pöttyit ide, és akkor nézzük meg, hogy milyen? Csak kis kevéssel kezdem, jó? Oké, jó, azért el lehet ezt szépen dolgozni. Csak a készfejemre ugye nagyon sokat tettem ki belőle. Nem, szépen el lehet ezt dolgozni. És jó ez az árnyalat. Egy kicsit tényleg ilyen kontúr és bronzer közötti. De egy picit teszek ide a homlokomra is még. Várjatok, on. Oké. És ott jön. Szupi. És szerintem még itt is egy picit, mert nagyon el. Ezt még meg kell szoknom.
Tök jó. Jó. Hát én ezt tök jól el fogom tudni szerintem használgatni. Én most nagyon ilyen krém meg folyékony bronzer időszakomat élem, úgyhogy nagyon jó. Szép. Szerintem szép bronzosítást lehet vele csinálni. Na, pirosító téren az a helyzet, hogy ezt a Bobbi Brown pirosítót tuti, hogy fogom használni, úgyhogy én ezt most fel is rakom, és az is lehet, hogy ez egy picit irányba fogja állítani, majd, hogy milyen legyen a szemsmink. Ó, ez nagyon kis szép. Egyébként ez nagyon szép kis elegáns pirosító lesz. Ezért jó sokat raktam egyébként belőle. Tehát ezt lehet sokkal kis finomabban is, de én most nem finoman akartam. Majd hétköznapra irodába, lehet finomabban, de most játszunk, most játszó smink van. A highlighterrel viszont picit most fogok várni, ugyanis majd még meglátjuk, hogy hogy alakul a szemsmink, és akkor ahhoz majd így esetleg még a pirosítón is módosítunk egy másik pirosítóval. Szóval nem kell elsietni azt a bizonyos highlightert, és akkor itt a paletta, és itt a szemceruza. Hát mindenképp valami ilyen kihúzott ilyen sminket szeretnék, amihez azt fogom csinálni, hogy először lerakom a szemceruzát. Rainbow Stick. Nagyon jó. Még egyébként azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a szájra is lehet használni, és akkor erre rá a fényes. Na mindegy, először most lerakom ezt a szemceruzát, azt egy picit el fogom satírozni, és akkor majd utána nyúlunk bele ebbe a palettába. Amire mondjuk nagyon kíváncsi lesz, ú, de jó. Kis rózsaszínes. Lehet, hogy csinálnék valamilyen kicsit ilyen izgibb formát, de nem biztos, hogy sikerül. Ez jó, eddig. Most már csak a másik oldalt kell ugyanúgy megcsinálni. Most csak így játszom, lányok. Lehet, hogy nem fog összejönni, és lehet, hogy tök más lesz. De nézzük. Mondjuk ezt itt. Le lehet törölni? Le lehet törölni, nem szuper. Amivel egy picit most ügyeskedni fogok még, az egy szemfesték bázis, mert ugye nem az egész szememre tettem ebből a szemceruzából, viszont a többi részre szeretnék egy pici szemfesték bázist tenni, mert különben el fog nagyon hamar maszatolódni a szemfestékem. Csak ide így fel tapogatok egy picit. Ez egyébként a Max Factornak, ez a Miracle Prep nevezetű szemfesték bázisa, ilyen kis tubusos. Rögtön elsőnek azt fogom csinálni, hogy fogom ezt a nem szemre való árnyalatot, és ebből itt ezt a legalsó részéből veszek egy kicsit ennek az ecsetnek az élére, és ezt a felső vonalat megpróbálom egy kicsit megerősíteni, illetve hogy egy picit így lefixálni. Egy picit még jobban ki is lehet húzni. Na, úgyhogy itt így egy kicsit mahinálunk vele. Egyébként nagyon könnyen lehetett ezzel az inglott szemceruzával vonalat húzni, úgyhogy ez tök jó. Nagyon kis finom puha egyébként ez a Snyx szemfesték, úgyhogy élmény vele dolgozni. Viszont ki kell mennem nekem egy másik ecsetemért, a Turbustimia Liner ecsetért, mert egy picit szeretném itt szépen elvékonyítani ezeket a vonalakat, és azzal ez sokkal egyszerűbb lesz. Úgyhogy Turbustimia Liner ecset bevetésen. Viszont most erre a liner ecsetre ezt a Seven Realms árnyalatot, ezt az egész sötét lilát fogom felvenni, és csak ezt az alsó, a cicás vonalat fogom egy picit besötétíteni. Egyelőre csak ennyire, aztán majd úgy is szeretném egy picit itt tovább tisztítani ezt a formát, és akkor meglátjuk még. Még nyilván itt jobban bentre is be kell jönni ennek a lilának. Na, én most jól elgondolkoztam, de végül úgy döntöttem, hogy ezt az arany árnyalatot, ez a Fire Memories, ezt fogom elkezdeni be felvinni itt a belső részére ennek a kialakított kis formának, és akkor ez fog majd egy kicsit így átmenni más egyéb árnyalatokba, de majd még az következik. Picit összesatírozgatom itt ezzel a rózsaszínnel.
Meg ezzel a linával is. Ez nem jó, ez nem jó. Egyébként hihetetlenül krémes. Ez a fényes szemfesték is, tehát simán fel lehet venni tényleg így ecsetre. Simán lehet vele dolgozni. Aztán következőnek fogom ezt a Light Dispersion árnyalatot, ez is egy nagyon szép fényes árnyalat, és ezt fogom egy picit itt a belső részre, kvázi a mozgó szemhéjamra, oda ezt felrakni. Ez egy ilyen gyönyörű, barackos árnyalat. Én nagyon hasonló ez az aranyhoz, de mégiscsak egy picikét más. Aztán van nekem egy ilyen árnyalatom, ez is hihetetlenül szép, Stone Circle, az az árnyalat neve, és ezt szeretném bevinni egyfelől a belső szemzugba, illetve egy picit megpróbálok rádolgozni erre a vonalra, erre a színes vonalra, amit feltettem. Szóval ide mindenképp jöjjön, sőt egy kicsit itt lehozom az alsó szemhéjra is. Következő lépésnek most visszamegyek egy kicsit a korrektoromhoz, és egy picit pontosítok itt ezen a vonalon. Itt van egy icipici kis pukli, ami azért van ott a szememen, mert ott kihúztam egy szemöldökszálat, és ugye most ott van egy icipici pukli, de engem ez most nagyon zavar, úgyhogy szeretném azt is kikorrigálni, meg eleve erre a részre, ott ahol még ugye nincs semmi, oda egy pici korrektor tenni, és akkor majd arra fogom felütögetni ezt az árnyalatot. Valószínűleg inkább azt fogom csinálni, hogy mégiscsak matton hagyom ezt a vonalat, és csak fölé fog jönni ebből a gyönyörű kék árnyalatból. Ez ilyen levendula árnyalat kb. Úgyhogy kiteszek egy picit ebből a korrektorból a készfejemre, és akkor egy ilyen kis precízebb ecsettel megpróbálom korrigálni. Na és akkor a korrekció után pedig jöjjön ide ez a fényes levendulás árnyalat, és akkor mégse a kis vonalra teszem rá, hanem itt erre a felső üres részre. Gyönyörű, ez a levendula nekem most nagyon-nagyon tetszik. Azt fogom még csinálni itt az alsó szemhéjon, hogy ebből a barackosabb árnyalatból, itt a levendula és e közé az ilyen fuchsiás árnyalat közé rakok egy picit belőle, kihúzom az alsó vízvonalmat is a szemceruzával, és jöhet a szempillaspirál. Én ezzel most elégedett vagyok, jöjjön akkor a Lancôme-nak a Hypnose szempillaspirálja, ez a Doll Eyes változat. Nem tudom, szerintem ebből van egyébként többféle változat, úgyhogy ilyen a keféje. Én szeretem a természetes sörtéjű szempillaspirálokat, sokkal jobban szeretem azokat, mint a nem természetes sörtéjűeken. Ez szép lesz. De jó, ennek nagyon örülök, mert most pont kifogyóban vagyok a szempillaspirálok tekintetében. Legalábbis a feketék tekintetében, mert most kaptam egyébként egy csomó színeset. Úgyhogy azok vannak, viszont feketém még egy minim van. Illetve hát akkor most már ez is. Köszönöm, Timi, nagyon talált. És akkor tudjátok, mi marad még? Highlighter és a szájfény. Mit gondoltok, egy picit rakjunk ebből a pirosítótól? Szerintem rakhatunk ide, csak így a külső rész. Csak egy picit, jó? És akkor utána ezt a bronzosabb highlightert fogom most feltenni. Azért megpróbálok óvatos lenni ezzel a pirosító dologgal. De nagyon szép, és egyébként tök jól megy ehhez az ilyen fuchsiás dologhoz szerintem. És akkor jöjjön ez a gyönyörű bronzos highlighter. Én ritkán szoktam, de most egy kicsit ide is teszek a szemöldököm fölé. Na szupi, én azt találtam ki, hogy akkor a szájsminkel az lesz, hogy ki fogom kontúrozni a szájamat ezzel az inglott ceruzával, és akkor majd arra teszem rá még ezt a szájfényt. Szerintem elég izgi. Na, elkészült a teljes smink. Mit gondoltak róla? Én nagyon-nagyon élveztem ezt az egész zsákmamacskás kihívást. Nagyon élveztem ezt a sminket elkészíteni, mert szuper jó termékeket kaptam Timitől, tehát hogy a szemfesték paletta is, a highlighter is, a pirosítók is, a szemceruza is, gyönyörű ez a szájfény, szóval, hogy így élmény volt. Élmény volt ezekkel a termékekkel sminkelni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Timi. Én nagyon remélem, hogy Timinek is hasonlóan jó élmény lesz így a sminkjét elkészíteni,
és remélem, hogy így örül a termékeknek, amiket küldtem neki, és remélem, hogy nektek pedig tetszett ez a videó. Sziasztok, lányok, remélem hamarosan találkozunk.